robbantási foglalkozással folytatódott a harmadik altisztképzőcsoport kiképzése szeptember 14-én Csobánkán. Mindez a katonák számára sok izgalmat, füstös és hangos robbantásokat jelentett, ugyanakkor komoly odafigyelést igényelt. Ez minden katonának fontos, hogy végrehajtja, mert az alapkiképzés programja előírja, hogy alapkiképzés végére rendelkeznie kell a katonának megfelelő eredménnyel alaplőgyakorlattal, 6 kilométeres menetgyakorlattal, illetve robbantás foglalkozáson megfelelő értékeléssel kell, hogy befejezze az alapkiképzését. A képzésen résztvevő 76 katonát egymásra épülő feladatok várták. A cél az időzített gyújtózsinór, a gyutacs és a préselt robbanóanyag kezelésének, használatának begyakorlása volt. Természetesen a legmagasabb fokú biztonsági rendszabályok betartása mellett. Ezen a foglalkozáson a katonák először vágni fognak egy 20 centis időzített gyújtózsinort, ezen végrehajtják a vágás-gyújtás gyakorlását, ezt követően egy 60 centis időzített gyújtózsinórral egy szeret gyutacsot fognak készíteni, majd ezt követően, ha mindenkinek sikerült, ezt követően egy szeret töltetet, mely áll egy méteres időzített gyújtózsinórból, egy darab RG utász gyutacsból és egy darab 70 g-os trotil préstesből, ennek a felrobbantását fogják egyénileg végrehajtani.